penészes tejföl és megfonyadt uborka. Ezek mind a kukában kötnek ki, pedig a kidobásuk elkerülhető lett volna. A Nébih maradék nélkül programjában 2016 óta tanulmányozza a háztartásukban keletkező élelmiszer hulladékot. A legutóbbi, 5. felmérés alkalmával 2023 év végén 501 háztartásban összesen 1388 fogyasztó adatait összegezték országszerte, de ebből mindössze 7-en voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyeiek. A tendenciák az elmúlt években folyamatosan azt mutatták, hogy a Magyarországon kidobott élelmiszerek, azok folyamatos mennyisége folyamatosan csökkent. Amíg 2016-ban ez Magyarországon lakosonként évente 70 kg-ot tett ki, addig ez folyamatosan csökkent a elmúlt években. 2022-ben már alig volt több, mint 60 kg. Sajnos a 23 éves felmérések azt mutatják, hogy ez 2 kg-mal nőtt, tehát hogy a legújabb felmérések szerint 62 kg élelmiszert dobunk ki fejenként a kukába. Ez a teljes lakosságra vetítve 594 ezer tonna. Ez körülbelül 100 ezer afrikai elefánt súlyának felel meg. A tendencia megtörésének egyik oka az lehet, hogy Covid alatt jobban odafigyeltek a magyarok az élelmiszerekre és azok felhasználására, ma viszont erre már nincs idő. A másik befolyásoló tényező pedig a csökkenő élelmiszerárinfláció lehet. A 2 kilós gyarapodás szinte teljes egésze az elkerülhető élelmiszer hulladékok, vagyis a tiszta pazarlás területén jelentkezett. A kidobott élelmiszerek három kategóriáját különböztetjük meg. Az egyik része az, ami alapvetően nem elkerülhető. Ide tartozik például a tojásnak a héja, a sárgarépának a megpucolt része, de a kávézac vagy a teafilter is. Ezeken nem nagyon tudunk tudatosan változtatni, ennek a mennyisége gyakorlatilag állandó. Van egy nagyon jelentős része, amit úgy nevezünk, hogy elkerülhető élelmiszer hulladék, ez gyakorlatilag megegyezik a pazarlással, tehát ez az, amit ha jó gyakorlatot folytatunk, akkor megmenthető, vagy előre gondolkodunk, akkor nem kerülnek a kukába az élelmiszerek. Ez több mint 25 kg a 62-ből, és a növekedés is ebben a szegmensben jelent meg, tehát ebben a szegmensben találtuk a 2 kg-os emelkedést, és ebből is kiemelkedik a készételeknek a kidobása. Az elkerülhető hulladék mennyisége tudatosabb fogyasztói magatartással csökkenthető. Bevásárlásainkat, azokat úgy tervezzük meg, hogy például bevásárlólistával megyünk el vásárolni, ami azt jelenti, hogy előre tudatosan otthon megnézzük, felkészülünk, hogy milyen élelmiszerekre van ténylegesen szükségünk, és nem éhesen megyünk el vásárolni, mert én is hajlamos vagyok ilyenkor mindent össze dobálni a kosárba, hazavinni, és akkor otthon szembesül vele, hogy nincs is annyira szükségünk rá, és ezek az élelmiszerek gyakran végzik a kukában. A legutóbbi felmérésben résztvevő háztartások több mint 80%-a úgy gondolja, hogy tudná csökkenteni az általa megtermelt élelmiszer hulladék mennyiségét. A tendencia további vizsgálatához már megnyílt a jelentkezési lehetőség a 2024-es felmérésre. Ennek keretében a mérési időszak alatt bármely összefüggő 7 napban tételesen rögzíteni kell egy hulladéknaplóban a háztartásunkban keletkező élelmiszer hulladékok tömegét grampontossággal.